A múlt héten sajtótájékoztató mutatkoztak be a Híd párt és az SZDKU megyei képviselőjelöltjei. A Híd párt és az SDKU 7 1 arányban osztozott a nyolc helyen a jobb közép koalíció részeként. A Híd képviselőjelöltjei Horta Éva jogász önkormányzati képviselő, aki a múltban már tagja volt a megyei képviselőtestületnek, betegség miatt nem vett részt a sajtótájékoztatón. Varga Tamás jogász és Sebő Zsolt orvos szintén önkormányzati képviselők. Csókalajos nagykeszi polgármestere és a Híd Elnöke, Kucsera István gépészmérnök Góta polgára, Szalai Gábor a Bátorkeszi Hét klub vezetője, Jobád József Szentpéter polgármestere, Csernyaszki Rudolf az SDKU jelöltje, aki a kezdetektől a párt tagja, a Hétpárt és az SDKU a Magyar Közösség pártjához hasonlóan Tomás Galbavi független megyelnök jelöltet támogatja az idei választásokon. Ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, véget ér a szlovák nagykoalíció időszaka, és immár nem az lesz a döntő a megye vezetésében, hogy ki milyen nemzetiségű. A közelmúltban a Magyar Közösség pártja is bemutatta a megyei képviselőjelöltjeit, akik szintén a Komáromi járásban mérettetik meg magukat. A Naszvadi Becsenorbert iskolaigazgató, Földes Csaba Csicsú polgármestere, a Szentpéteri Gyarmati Tihamér cégvezető, Horvát Árpád Gúta polgármestere. Pető Attila, a Csemadok járási szervezetének vezetője, Stubendek László, a Komáromi Csemadok elnöke, Szabó Olga, Patkösség polgármestere és Szalai Rozália, Kolozsnémai polgármester.